Hát szép jó napot kívánok, Zon vagyok, és most egy új Karazani deckkel, egy új Karazani Hunter deckkel készültem mára. Benne van a Curator, ugye, ami az új lap. A Cloaked Huntress-t nem raktam bele, mert ahhoz túlságosan tele kellett volna rakni secretekkel, így gyakorlatilag csak egy-egy secretet hagytam benne a három fő secret közül. Viszont belekerült a Menagerie Magicánból is egy darab. Úgyhogy gyakorlatilag egy szinte klasszikus midrange Hunter pakli, két extra lappal gyakorlatilag. Ez tényleg a szinte a klasszikus. Annyi még a dolog, hogy még beletettem egy Gladiator's Longbow-t. Ez nem része általában a klasszikus midrange Hunternek, viszont egy tök jó lap. Úgyhogy remélem, hogy ennek hasznát fogom venni. Ezt korábban a Big Crawl nevű paklimban használtam. Egyébként ott az volt a tapasztalat, hogy a hatásfoka önmagában ennek a paklinak alacsonyabb volt, mint a klasszikus midrange hunternek, de most ezt ki fogjuk próbálni, hogy így is van-e. Úgyhogy játszunk egy sima constructed meccset most vele, aztán majd meglátjuk. Nem próbáltam még ki ezt a decket, az a helyzet. Volt egy korábbi verziója, amivel próbálkoztam, de az elmaradt, úgyhogy mármint hatásfokban, úgyhogy most ez lesz. És egy remek warrior az ellenfelünk. Szinte a nyakamat merném rátenni, hogy ő is most az új... hát, az új Dragon Warrior-os történettel játszik. Vagy Khatun Warrior, ez a kettő. Ez a két népszerű van ugye mostanság. Legalábbis Constructed-ben én ezeket láttam, aztán persze sok érdekes dologgal lehet még néha találkozni, most csak így végignézem a listámat, hogy milyen, hát mondjuk én másféle Warriorokat mostanában nem szoktam látni, megnézem ugye nem. Control Warrior-ba még futottam bele a múlt héten. Aki ilyen nagyon fura Elise Starseeker-es Golden Monkey-s történet, de azon kívül meg volt még egy másik Control Warrior is, de ez múlt heti, úgyhogy a franc tudja, hogy ez még akkurátus-e. Nem rakom még ki az export rappet, ahhoz az ennek korán van. Valakit láttam, hogy nagyon ajánlotta, és Khatun Warrior, milyen meglepő. Szóval valaki nem olyan régen ajánlotta nagyon a Dragon Warrior-t, hogy ez mennyire menő, meg jó lehet vele ledörözni. Még az is lehet, hogy akár én is futok azzal egy kört, de egyelőre most játszunk ezzel. Kíváncsi leszek arra, hogy Barnes kit fog kiszedni a pakliból. 6-os taunt. Na most ezzel az egy probléma ugye, hogy na most a Menagerie Magicán 2 plusz 2-t ad. Azzal én le tudom szedni simán. Ez a kombó, ez most így jól kijött. A sima 3-2-es elefántból hogy lesz egy 7? Hú, sok. Mennyi lenne ez? Ez 7-6-os lenne, hogyha nem sérül. Na és mit raksz ki 6-ért, ami ennyire vérmes? Jessica Tuhart. Hát neki rohadtul örülünk. Mit csináljunk vele? Hát nincs más, se beáldozzuk. Egyetlen probléma, hogy nagyon fel fog tankolni. De most nem akarok poénkodni Barnes-szal, úgyhogy... Kérjük össze van a Hymen-t. Ha nincs valami nagyon véres dolga, akkor gyakorlatilag vége van. Nyilván lesz, tehát azért egy execute-nak csak kell lenni a kezében. Tehát nincs olyan varió, akinek nincs execute-ja, basszus. Ne már! Ez ugye 16, az még megvan. Jó. Hát most ne viccelődjünk.
Ez mi volt? Ez tényleg mi a franc volt? Na jó, nem részegünk meg a sikertől, mert ez azért így vicces volt, toljunk még egyet. Nem tudom, milyen paklival játszott, de az nem volt életképes. Jó, tudom, az se normális, hogy a hetedik körre szétszedem Warriort. Na. Na vajon mire körülbelül van a dolgunk? Savannah Highmint azt hiszem nem. És az Explode Rappet se tartom meg szerint. Hát, mert mondjuk mostán még az elején lehet értem a vége felé úgyse. Ó, és ez így jó. A búval együtt van értelme. Most tegyem ki az elefántot kezdésbe, úgy se rak semmit. The pleasure is mine. Greetings, traveler. Jó, Kodó is kézben van. És lássuk, milyen lapod van. Taurissannal dolgozik. Akkor valami nagyon csúnya, hát Miracle Rogue valószínű, és valami nagyon csúnya kombóra készül. Mondjuk akár még Maligosz is lehet, mert Maligoszos Rogue. Jó. Két manáért, most az Explode Trappet, ha kirakom, semmit nem érek vele, ugye. Egyrészt nem öli meg a Krokit, másrészt nincs fent a bóba, úgyhogy teljesen megy. Szegény kis krokolisz. Jó, hát, de te biztos nem vállalod be azt, hogy... És de? Jó. Hát akkor gyere. És itt a Curator. Na most. Ha kirakom a bót, azzal le tudom szedni. Hát akkor... Ez fog történni. És ebben a paklimban viszont nincs semmi fegyverleszedés. A sima klasszik paklimban van egy Harrison Jones. De még Acidic Swampel sem semmi. Na most... Ezzel mit tudok csinálni? Hát ki a command. Aztán lépkedünk tovább, vagy... Bevállalok két sérülést, és lesz kint egy lényem. Hát ezt szerintem bevállalunk. És akkor elbuktam a bót. Nem akartam még egy kört várni, hogy akkor most passzolok, és akkor Kodó, és azzal leszedem. Jövettel ugyanúgy maradnak kint. Jó. Na viszont most... Hát... csábító lenne a Kodó, de... Nem tudok jobba tenni most hirtelen. És a slime-ot nem akarom visszaszeppelni a kezébe. Egy Explode Trappet, hát most kirakhatok, de... Nyilván tudja, hogy Expo. Oké, okay. Na most 50% esély lesz a Kodónak, hogy leszedje. Mondom, a kompanyonnal játszhatnék, de ez nagyon random. Úgyhogy... ezzel bukok most ugye egy manát. És... jó. A Shieldmaster nem tud leszedni. A Legendary Magic Hunt viszont, ha lerakom, akkor ez 2-2-t ad. Jó, ez beég. Jó, tehát ez 2-2-t ad. És le tudom szedni valószínűleg a Shieldmastert. Illetve most is le tudom szedni, de így akkor több élete marad a Kodónak. Na mit van 7-ért? És ez neked miért lesz jó, hogyha leszeded magad? Na? És van Dreckéje.
Ja, hogy azt kapta Huckstertől. Ennek így rengeteg értelme van, nem? Na most következő körös Call of the Wild. Kirakom a Curator-t. Jó, kirakom a Curator-t. Vagy hogy csináljuk? Jó, rakjuk ki a Curator-t, és akkor még kapok valami. És kaptam még egy Tundra Remote-t. Ez remek. Következő körben eljátsszuk, hogy nincs Call of the Wild-unk, és leszedjük a Dread Scale-t. Nem kell ülni nekünk. És kirakom a Reno-t. Sőt, a Reno-val szedem be. Ez jó volt. A Reno-val leszedem. És felrakok egy Freeze Trap-et. Ami mondjuk a Spellbreaker-nek pont ideális. Na és most ezzel mit csinálsz? De aranyos vagy. Ez így mind a kettő túléli. Ha fent maradna a Reno, azért az elég nagy kombó lenne akkor a Call of the Wild-dal. Két sérülés meg szerintem inkább meg fog kockáztatni. Nem. De igen. Mert nem annyira hülye. Viszont ebbe így így belehal várhatni az ember. És már well playezik. Nyilván biztos benne, hogy van Call of the Wild-om, és hát... És ugye a Huntereknek természetesen van Call of the Wild-ja. Na, ez eddig kettőből kettő. Nézzük meg rankben is. Hogy muzsikál ez a remek kis deck. Jó, akarom, akkor mindkettőt bemelkoltam, kvázi. Ne nézzük. Semmiképpen nem tartom meg ezeket. Az Unleash the Hounds még jó lehet. Vajon token Shaman-e? Vagy Face Shaman? Esetleg Doktor 7-tel. Hát a héten, igen, tehát a Doktor 4-je, tehát a 7-7-es Flame-vetett Flace lesz operál-e vajon? Totem Shaman. Ebből nem, hát ez az a baj, hogy semmit nem lehet csinálni vele. Ebbe a körbe kapok 3-at, következő körben még 3-at, és akkor úgy addigra lesz majd valami, amivel tudok mit csinálni. Trog. Egyért. Még akkor rossz volt a sorrend. Hoppa. Murloc Shaman. Az milyen? Most Fire Blast. Tehát pingelgetni is akarsz engem. Jó. Most a Finlit leszedhetem. Semmit nem érek vele. Az Unleash the Hounds-zal kettőt rakok ki. Azzal sehova nem megyek. Kill Command egyetlen egyet sebez. Én mégis ezt fogom, mert úgyse tudja gyógyítani. Mert a következő körben viszont, ha úgyis kirak valamit, mert úgyis kirak valamit, ja, egy dolog biztos, már nem Totem Shaman. Szóval a következő körben az Unleash the Hounds-el így legalább le tudom szedni. Így meg főleg, hogyha lesz. Jó. Oké. Okay. A Hounds-ter ugye semmit nem érek. Oda. Oda. És nagyon elhúzott HP-ban ilyen szempontból.
Következő körben viszont... Így van, pont erre gondoltam én is, hogy ez lesz a következő lehetőség. Na most ezzel be tud verni hetet. Ami igazán remek, most nem ugrok ki a bőröm bele miatt. És nem is tudom megoldani jelenleg a helyzetet. Úgyhogy a hetet biztosan muszáj lesz bevállalnom. Viszont a Finlit leszedjük. Ha leszedni a Kodót, akkor a következő körbe az elefántot így is úgy is be tudom tauntolni. Ha pedig nem szedi le, akkor örülünk simán csak. De úgyis arcba fog menni. És Abusive Surgeon, tehát csúnya-csúnya fésen már. És 10-nél tart. Remek, már mint tartok. Remek, remek. Jó. Most lehetnék nagyon-nagyon véresen geci, és valószínűleg leszek is. Kirakom ezt. Kirakom, aha, azt nem. Jó, ez teljesen mindegy. Egyeltem egy halom, ezt kell kipróbálnom. Ő pedig nyilván tudja, hogy ez freeze trap. Úgyhogy nem mehet arcra. The light protects me. Ez Divine Shield, igen. És ő nem fog arcra ütni. Nem tudsz más csinálni, ha csak nincs valami charge-os cuccod. Tinkrombilo. És vissza kézbe. Jó. Oké. Na most a Kodó 3-3 a 7 manából. Kirakom a Curator-t, az ugye taunt, és húz egy beastet, de semmit nem érek vele. Ő 2-2-t ad valamelyiknek a kettőből. Én ezt csinálnám. Ezt így. És... és most megint le tudja majd rakni a Faceless-t, ha akarja. Viszont most ugye nyertem egy kört, tudok tauntolni, valamint bíztem. Feral Spirit. Ez tökéletes, mert mindkettőt le tudom szedni. Aha. Nem tudtam. Ennek így mi értelme volt. Kettő-kettőt ad valamelyiknek, tehát elvileg fennmaradnak. Az csak az 9, és nekem... ezzel tudom védeni az arcom. És elvesztegetek egy manát. Jó, legyen ez. És most, ha van esze, akkor kirakja megint a Flame-betett Faceless-t. Agent Squire csak nem áldozza be. Igen, és 3 manáját mit raksz ki? Semmit. Jó, van Call of the Wild-om, ami nagyon jó. És ez meg, és a dupla tauntom lesz akkor. Ami nem ilyen rossz. Úgyhogy. Do not touch. Jó, dupla tauntom van. Lehet, még az is lehetséges, hogy ezt a kört nyerjük, nem tudja ezt a játékot. Ha kirakom a bót, az 5-öt tud sebezni, meg 2 az 7 és 8-a van, tehát hogyha egy fent marad, amivel ütni tudok, akkor vége van.
Ja, és nem vett ki tauntot. Igen. Igen. Ott van még a kezedben a faceless, rakd azt is le. Az még kettőt unlockol. Kettőt vagy hármat. Hú, ezt most nem tudom. Bloodlust. Csak ez kevés lesz, gyerek. Ez egy. Nem, és meg... De nincs meg. Basszus! Na, ezt nem számoltam. Ja, és nem is kell. Jó. Na jó. Hogy csináljuk? Megmutatom neki a bót, hogy azért ez itt volt. Csak itt poénból. Hogy simán tudtam volna nyerni. Nem topdeckeltem semmit. És még hetem lett volna, ugye. Tehát még hetet tudtam volna sebezni. Ez jó. Most egy kicsit számomra... Ó, és kaptam Golden Arcane Shotot a szintlépés miatt. Jó, szóval ez most számomra is egy kicsit meglepő volt, hogy ez így összejött. De úgy tűnik, hogy ez a Karazhan idekez működik, és főleg nem a Barnes-os része, hanem a Curator és a Manageri Magic-en, bár a Barnes ugye nem is játszottam ki. Majd meglátjuk legközelebb, hogy sikerül. Örülök, hogy megnéztetek. Próbáljátok ki ezt a deket, hogyha van rá lehetőségetek. Sziasztok!